Az előttünk fekvő javaslat alapját az Európai Unió által kidolgozott irányelv képezi, ami az OECD által kiadott modellszabályokon alapul. Ennek értelmében azoknak a vállalatcsoportoknak, amelyeknek úgynevezett konszolidált éves bevétele meghaladja a 750 millió eurót, meg kell fizetniük a 15%-os globális minimumadót. Kivételt képezhetnek bizonyos feltételek mellett azok a vállalatcsoportok, amelyek a nemzetközi terjeszkedésük kezdeti fázisában vannak, illetve azok, amelyek Magyarországon valós jelenléttel, így például munkavállalókkal, eszközökkel rendelkeznek. A globális minimumadó eredeti célja az országok közötti káros adóverseny megszüntetése, illetve mérséklése. Miről is van szó? A legtöbb nagy, tőkeerős, multinacionális cég úgynevezett adótervezést folytat, így oda teszi át a székhelyét, ahol éppen a legkedvezőbb az adózás. Ez egy káros versenyt indít, hiszen mindenki egyre jobban csökkenti a társasági adókat, eljutva odáig, hogy több száz, sőt ezer milliárdos profitok után alig kell közterheket fizetni. Ne felejtsük el, a magyar kormány is belement ebbe a játékba. Ennek lett az eredménye az, hogy a saját törvényeink szerint is káros adóparadicsom lettünk. Hogy is van ez az adóparadicsomozás? A magyar törvények szerint sokáig az volt a szabály, hogy ahol egy cégnek még 10% adót sem kell fizetnie, az bizony káros adóparadicsomként működik. Erre mit csináltak? Bevezettek egy 9%-os társasági adót, és az adóparadicsomos szabályt pedig átírták. Arról nem is beszélve, hogy már megint a polgár az, aki a magasabb szinten adózik, mint a cégek és a tőke. Ráadásul ennek nem volt értelme. Bakot lőttünk. Egy friss kutatás szerint régiós szinten különösen nagy számokat mutatnak a magyar adóveszteségek. 2018 óta a társasági adóbevételek 25%-a nem a magyar állam kincstárba kerül, hanem offshore paradicsomokba áramlik. Ez az arány Romániában, Szlovákiában és Csehországban mindössze 6-8%. Ami az összes adóbevétel kiesést illeti, a magyar adófizetők évente több száz milliárdot buknak az offshore cégek miatt. Nos, pont ez ellen lép fel a minimumadó. Ráadásul úgy tűnik, még nagyobb bevételt is hoz az állami költségvetésnek, mint ahogyan azt az OECD korábbi becslése jelezte. Friss számítások szerint a legnagyobb nemzetközi vállalatoktól közel 70 milliárd dollárral több adó szedhető így be. A magyar kormány előbb rábólintott, aztán mégis kihátrált a globális minimumadó támogatása mögül. Arra hivatkoztak, hogy az adó bevezetése súlyosan veszélyezteti az ország gazdasági fejlődését. Végül tavaly évvégén bizonyos mentességekért cserébe csatlakozott a magyar kormány is a rendszerhez. A megegyezésnek megfelelően a globális minimumadó lényegesen kisebb mértékű adóemelést jelent a gyakorlatban az érintett magyarországi adóalanyoknak. De még így is mintegy 100 milliárd forinttal nagyobb adóbevétel várható, mint korábban. Az MSZP eddig is számtalan alkalommal kezdeményezte azt, hogy a multicégek, a legtőkeerősebb, legnagyobb profittal rendelkező vállalatok nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közös kiadásainkhoz. Az elmúlt években a kormány adóparadicsommá tette hazánkat a multinacionális nagyvállalatok számára. A nagyvállalatok rengeteg pénzt keresnek az alacsony bérért dolgozó magyarok munkáján, de alig adóznak. Kaptak viszont rengeteg állami támogatást és kedvezményt, ami sajnos sokszor nem térült meg. Itt az ideje, hogy most végre valamit vissza is adjanak a magyar munkavállalók által előállított vagyonból. A globális minimumadó akadályozni próbálja ezeknek a vállalkozásoknak az agresszivitását.
És ha ez Magyarország számára nagyobb adóbevételt eredményez, akkor az MSZP számára ez támogatható törekvés. Köszönöm a figyelmüket!